akkor kell megfogni a pénzt, amikor van, ha van egyáltalán, vagy mindig azt kell megfogni, ami éppen van? Rengeteg ember van, aki átlátja a banki dolgokat. Ez a halas nyaklánc sem véletlen, mert ez, tudod, a bőség szimbóluma. Jöjjön a bőség! Senkinek nem újdonság, hogy manapság küzdelmes a mindennapi boldogulás, hosszú távon pedig már alig vagy sehogy nem tudunk tervezni. A nagymamámnak gyerekként kellett megélnie a világháborút, a szocializmusban pedig színésznőként próbált helytállni, ami szintén nem volt könnyű. Kíváncsi voltam rá, hogyan vészelte át a válságos időszakokat, amikből az ő generációjának bőven kijutott. Mert Vilmamának mindig van egy-két jó tanácsa, akkor is, ha pénzügyekről van szó. Azt nézem, hogy itt ezek a mappák, így rendszerezve, most mondd, hogy ezek számlák, meg ilyesmik, amilyenek gondolom? Igen, mindig egy évben, minden hónapra, különböző színű, gáz, villany, minden, de más színe van, ugye, hogy rögtön észrevegyem, hogy mit kell kivenni. Szépen be van rakva minden, amit írnak, amit én írok nekik. Azt, igen. Hát nagyon jó. Én ettől olyan messze vagyok, hogy ezt elmondani nem tudom. Nekem nem, hogy több mappám nincs, egyetlen egy mappám van, aminek vannak ilyen kis elválasztó falai. Hát ez is jó. De abszolút nincsenek tematikusan elválasztva, hanem így belehányva vannak a dolgok, meg a mappa elé, meg mögé vannak rakva még dolgok. Fogalmam sincs, hogy mi hol van, nem tudok semmit, hogyha kell valakinek a születési anyakönyvi kivonata, akkor megizzadok. Ez nekem tetszik, ehhez most kedvet kaptam. Ezt helyettem nem fogja megoldani senki. Anyukám, aki ezt nem ért, annak egy kicsit áldozni kell egy ügyvédre. Vagy valakire, olyan pénzügyi tanácsa. Valaki köpivágja, rengeteg ember van, aki átlátja a banki dolgokat. Én azon gondolkodom igazából, hogy most azért mindez, amit meséltél, picit meg is nyugtatott. Szóval eleinte egy kicsit bepánikoltam, hogy mindig a válságra kell készülni, és hogy ez azért egy ilyen állandó folytogató légkört ad ennek az egésznek, ennek az egész egzisztenciális, financiális nyomásnak. Hát nem is kell annyira arra készülni, hanem tudomásul venni, hogy van. Ez volt, van és lesz. Hát Isten őrös, hogy legyen folyton, de a világ ilyen mozgásban van. Igen. De hogy ezt akkor kell megfogni a pénzt, amikor van, ha van egyáltalán, vagy mindig azt kell megfogni, ami éppen van. Ami van. Legyen az kaja vagy pénz. Igen. Ez végül is egy kicsit megnyugtató. Meg most, hogy nézem ezeket a mappákat, esküszöm, hogy ilyen meditatív állapotba lehet kerülni attól, hogyha a rendszerben vannak a dolgok. Biztos, hogy én is kevésbé pánikolnék, hogyha tudom. Nagyon nehezen szoktam rá, nagyon nehezen. Ez úgy volt, hogyha valamit kértek, hogy mit tudom én, mennyi volt tavaly előtt a lap, akkor lapbér, akkor vagy a közös költség, vagy valami, akkor ide kihánytam mindent, sűrű káromkodás közepette. Nem volt már időm a végén idegrendszere egyáltalán megnézni, hogy az-e az, amit keresek. Ez vagyok én most. Na, ez rengeteg időt vesz, az idegrendszeredet szétszincálja, mert már mikor jössz haza, arra gondolsz, hogy Úristen, hova tettem? Hol van a nem is tudom micsoda. És akkor hazajössz, és még emlékszel rá, hogy ja, ott van a hókedli fiókjában. Kihúzod a fiókot, nincs benne. És akkor kezdődik az őrület. Okay. Igen. Hát, sajnos erre időt kell szállni. Nem, ezt nem úszom meg. Önfegyelem, nagy önfegyelmet kívánt tőlem is, de végül is megúsztam az őrjöngéseket. Jó, akkor most már tudom, hogy mi lesz a délutáni programom. Előszedem azt a mappát, és Dafke azért is legalább összeszedem csinálni a dolgokat. Ez mint első lépés, aztán utána elkezdem kikupálni magam, vagy találkozok valakivel, aki kikupál. Mindenre más nem egy vinyettát tegyél, és ami más különböző színekkel van ráírva, hogy nagy V kékkel, mert az villany vagy az. Igen. Jó.
Jó. Mondok neked viszont valamit, amit lehet, hogy te nem tudsz. Ó, és oké, de csinálom? Mondjad. Na. No. Mi van, amit én szoktam csinálni, mert no. ugye ezekhez nem értek egyelőre, de majd... Majd belejössz. Belejövök, de addig is én ilyen boszorkányságokba megyek bele. Amennyire. Ez a halas nyaklánc sem véletlen, mert ez, tudod, a bőség szimbóluma. Oh. Jöjjön a bőség. Igen. Akárhova megyek, ragadjon rám. Akkor azt köpködni kell minden nap. Tényleg? Persze, hát, mi akkor fölte, azt köpködni kell. Oh. Tudod, hogy bő? Jó, oké, ezen nem újjon. Na. De van egy másik. Boszorkányság. Boszorkányság. Ennyi tanulás után. Hát most mit csináljak? Hát ne ezen múljon! Ne na, ezen múljon! Meg kell adni mindennek a módját. Ha megnyugtat, akkor legyél boszorkány. Engem megnyugtat, igen. Ha most a férjedet kérdeznél, meg tudnám mondani, hogy te tulajdonképpen egy boszorkány volt. Az biztos, az egészen na, biztos. Csak hülyeskedtem. Na csak gondoltam, hogy mielőtt elmegyek, az egyik kedvenc varázslásomat megcsinálom, hogy kiállunk a bejárati ajtóhoz, és fújunk egy kis fahéjat, mert az... Elvileg. Fahéjat, mert az behozza a jó szerencsét. Tőled sem áll messze a boszorkányság. Hát nem. Hát hányszor játszottál már boszorkányt? No, nagyon sokszor. Na, akkor na, most... Van egy, csak van egy. Mindig. Az akármilyen mesejáték volt, az mindig benne volt. See you, see you, bye! Na de ez bevonza vajon a szerencsét, vagy elhűzi? Anyukám, beleképzelem, hogy vonza. Azért jó. Mindig a harmadiknál nyúlni kell. Aha. Tehát, hogy már minden sikerülni fog. Ha csak ezen múlik. Csak az a pár dolog zárójelben. Úgy mellesleg azt az meg is. Meg kell tanulni. Hát ez van. Na figyelj, itt van nálam a fahéj. Mondd a varázsigédet. See you, bye! Na most jön a nagy szerencse. Na, én ennyit tudtam én tenni, és köszi a jó tanácsokat, búcsúzom, megyek. Mikor jössz? Jövök hát újra. Megbeszéljük, amikor összeegyeztetjük a táncrendünket. Köszi! Vigyázz magadra! Húzzék meg a kölyköket is. Úgy lesz. Csá. Mindjárt sírok, ered gyorsabban. Jó, futok, eltűnök. Hopp. Kölyök.